Sziasztok, András vagyok, és ez itt az iDrinks vlog, és egy különleges italt hoztunk nektek, ami pedig a Pisco névre hallgató ital, ráadásul a Capel cégtől, ők egy, hát egy eléggé ismert exportra, többnyire exportra gyártó cég, magába Chiléből, ez pedig egy nagyon különleges kis ital, illetve maga az üvege is kimondottan érdekes, ő egy húsvét szigeteki szobrot ábrázoló, egy moai szobrot ábrázoló kis üvegcse. A benne lévő ital pedig a Pisco, ami hát a peruiaknak és a chileieknek is, mondjuk azt nem az énre szóltam eldönteni, hogy ki eredendően ez az ital kategória, de mind a ketten saját magukének mondják, és ő pedig egy Chiléből származó ital. Róla azt érdemes tudni, hogy hát egy ilyen törköly párlat. Nagyon nem szeretem, és ezt most szögezzük be, ha valaki azt mondja, hogy törköly pálinka, perui vagy chilei törköly pálinka. Gondolom nem kell elmagyarázni, hogy ezt miért. Tehát ő egy törköly párlat. Alapjáraton maga a Pisco, ő vagy teljesen átlátszó, vagy egy picit ilyen aranysárgás színben van. Ez, az aranysárgás színt azt érleléssel érik el, nála is, mint általában minden égetett szesznél. Ő is egy rezervádó típusú ital, amit most bemutatunk nektek, ő is egy picit érlelt. Ja. Ami érdekes ebben az italban, ez az egész kategóriában, hogy az alap a szőlőt, amit használnak hozzá, illetve a törkölyt, amit használnak hozzá, azt a világ egyik legszárazabb sivatagának a közepéről szedik, illetve ott termesztik, ott egy völgyben, egy adott völgyben termesztik. Na, kóstoljuk is meg! Mert illatában abszolút hozza ezeket a szőlős, picit törkölyös jegyeket, viszont nagyon kellemes ilyen kis hát még nem túl érett ananász. De a szőlő az abszolút dominál. Ízében. Hát itt abszolút dominál a szőlő. Egy ilyen kicsit ilyen erősebb boros. Ez a muskotályos szőlőre hasonlító íz. Elsőre, mintha egy kicsit édes lenne, lehet, hogy tényleg valójában az, nem tompulál, nem megy végig az édes ízben, de viszont a lecsengésében nagyon-nagyon illatos szőlő, ilyen érdekes, boros jelleg, pici tölgyel. Ez egy tökéletes ital, ami nagyon magába is abszolút lehet fogyasztani. Magába is kiváló. Van egyébként egy közkedvelt koktélfajta, egy kevert italfajta, amit lehet belőle csinálni, és kimondottan szeretik is. Szerintem jól mutat, hogyha egy ilyen üvegből töltjük ki hozzá, és esetleg még egy otthon egy vendégsereget el is tudunk kápráztatni hatalmas koktél tudásunkkal. Baromi egyszerű az ital, 6 cent, tehát ebből beleteszünk egy shakerbe, 3 cent citromlevet, 3 cent cukorszirupot és egy tojásfehérjét. A tojásfehérjét azt írom most egy picit, mielőtt beleteszük a shakerbe, akár egy villával vagy egy dry shake-kel kicsit jobban megtörni, beletenni a shakerbe, jéggel erősen összerázni és egy dupla szűréssel kiszűrni egy pohárba, vagy a Pisco Sour névre hallgató ital. Tökéletes lehet bármilyen alkalomra. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok! Jövő héten találkozunk. Egészségetekre!